Hamarosan kezdetét veszi a 2018-2019-es évad a Móricz Zsigmond Színházban, amely számos újdonságot tartogat majd a nézőknek. Ilyen például a VIP szalon, ahol a büfétől független catering szolgáltatás, pezsgő, bor, kávé, üdítők és apró sütemény várja majd a VIP bérlettel rendelkezőket. Tavaly a felnőtt nagyszínpadi előadásainkra mintegy 3300 bérletet adtunk el, október végével bezárólag. Most ez már a 3500-at is meghaladta, és még két hónap hátra van, úgyhogy azt gondolom, hogy ez abszolút jól alakult. Illetve a kamaraszínpadi előadásainkra is 460-ról 550-re ment fel a bérletesek száma, mintegy 20%-kal emelkedett. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép szám. A nyár nem csak a pihenésről szólt a színházi dolgozók számára. A színészek sokat próbáltak, többek között a meseautóra, de a színház műszaki dolgozói sem unatkoztak. Számos dolog megújult a nyár folyamán, amitől még komfortosabb lesz a nézők számára a színházi élmény. Majdnem 13 millió forintot költöttünk a nyáron mindenféle munkálatokra. Itt a háttérben látható lépcsők lettek felújítva, megtisztítva, a korlát került beépítésre, a közvetlen bejáratnál a szélfogó kapott egy nagyon szép faburkolatot, illetve az került kifestésre, valamint a nézőtér tetején látható Bartenbach világítás LED fényekre lett cserélve, ami sokkal gazdaságosabbá teszi a működtetését. VIP szalont alakítottunk ki, ahol várjuk majd a VIP jegyes vendégeinket. Világító táblákat szereltünk fel hetet szervezőirodába, nagy színpad előterébe, kamara színpad előterébe, úgyhogy rengeteg-rengeteg olyan dolgot, amit a nézők is értékelni fognak. Még egyet emelnék ki, a székek számozása, ami talán sok mindenkinek okozott problémát, hogy eldöntse, hogy baloldalt vagy jobboldalt vizsgálgassa a karfát. Innentől a székek tetején lesz látható egy kis részszám, és nem lesz ezzel probléma. Az új évadban visszatérő színházigazgatók is rendeznek, úgy, mint Tasnádi Csaba és Verebes István. A közönség láthatja majd a Manót, a Rettenetes Szülőket és az Oszkárt is. A Gyerekek Hamupipőke és a Kis Hablány történetét is láthatják. A nagy színpad pedig olyan daraboknak ad helyet, mint a Meseautó vagy a Balfácánt vacsorára.